Pintér Edina vagyok, kozmetikus mester. 95-ben végeztem kozmetikusként Szombathelyen, a gyakorlati éveimet pedig Nagykanizsán töltöttem, a mesteremnél, Harcné Németh Máriánál. A mesteremtől nem csak a szakma alapjait tanultam, de a vendégekhez való hozzáállást, a szakma szeretetét. Nagyon sokat dolgoztunk, nagyon sok lehetőségem volt arra, hogy gyakorlatban is kiteljesedjek. Nem csak kozmetikus vagyok, hanem a vendégeimnek egyben egy lelkitársa is. A szakma szeretete nem csak arról szól, hogy szakmailag elvégezzük a feladatunkat, de nagyon fontos az, hogy az embereket is jól tudjuk kezelni, hogy szeressük őket, mert ez együttműködik. A vendégeink megosztják velünk az életüket, a bújukat, a bánatukat, az örömüket, és ezt is kell tudni kezelni. Az egy fantasztikus érzés, amikor a vendég elégedetten távozik, mert az egész lényére hatok, nem csak az arcát és a bőrét ápolom, a lelkét is ápoljuk, mert a kettőt nem lehet külön választani. Ha elvégeztetek az alapképzést, és tudjátok, hogy melyik szakirány az, ami vonz titeket, rengeteg lehetőségetek van a továbbképzésekre, és mindig arra biztatom a tanítványaimat, azon a területen teljesedjenek ki, ami leginkább a szívük vágya. Nem kell mindenben a legjobbnak lenni, de amiben nem vagyunk a legjobbak, arról is kell tudni. Amikor kislány voltam, mert az akkori divatlapokban is a nőknek az arcát néztem, valahogy mindig azt fogott meg, sokkal kevésbé a ruházatuk. Aztán, ahogy haladtam a korral, ez egyre jobban elmélyült bennem ez a vágy, hogy ezt a szakmát válasszam. Amikor a szakmára gondolok, akkor mindig fölfele nézek. Mindig azokra a kolléganőkre gondolok, akik hatalmas tudással rendelkeznek, és nagyon sokat köszönhetek nagyon sokaknak, és sok csodálatos kolléganőm van, akiknek a szakmai pályaíve követendő és példaértékű számomra. Ilcsi néni, Linhárt Rita, Vörös Gyöngyi, Szanyi Ágota. Hálás vagyok, hogy vannak ilyen szakemberek a szakmában, és értelemszerűen sorolhatnék még sok-sok embert és sok-sok kolléganőt. A tudás megszerzése az egy folyamat. Nem vagyunk mindig mindenben pontosan ott, amilyen gyorsan fejlődik a kozmetika, a szépségipar. Hiszen ma már olyan technológiák vannak, amelyeket el sem tudtunk volna képzelni 20-30, de akár csak 10 évvel ezelőtt. Mert az elektrokozmetika a szakmánkban egy olyan hatalmas áttörést nyújtott, hogy rengeteg lehetőségünk van különböző elektrokozmetikai gépeket is bevinni a szakmákba, ezáltal plusz szolgáltatást nyújtani a vendégeknek. Csináltam meg a mesterképzést a volt tanítványaim unszolására, és 2017-ben az egyik tanítványommal, Kardos Everinnel bekerültünk az országos szakmai verseny döntőjébe, ahol dobogós helyezést értünk el. Az egy csodálatos élmény volt és egy lehetőség, és rengeteget tanultam azáltal, hogy készültünk az országos versenyre. Motivált voltam, hogy még többet tanulni, még jobban figyelni az apró részletekre. Csodálatos élmény volt, nehéz volt elhinni. Még a parlamentben is kaptam egy kitüntetést. Azt üzenném a mai 14 éveseknek, hogy merjenek belevágni, és tanuljanak. Minden körülmények között nagyon fontos az, hogy csak versenyképes tudással tudnak bármely szakmában helytállni. Mert a szakmánkban a vendégek ösztönösen érzik, látják azt, hogy hiteles vagy-e,